Aranyos napok után, haltelepítés Karcagon, késelés a munkásszállón, a tervek szerint pénteken nyit a Bereki strand. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. május 6-án 18 óra 5 perckor. A karcagi Arany János Általános Iskola 1994. március 2-a óta minden tanévben megrendezi az Aranyos Napok rendezvénysorozatot, ahol városi és iskolai versenyekkel, rendezvényekkel és kulturális programokkal emlékezik iskolájuk névadójára. Idén rendhagyó módon zajlottak az Aranyos Napok. Erről Szentesiné Nánási Tünde igazgatót kérdeztük. Idén 2021. március 1 és március 5-e között került megrendezésre. Hát egy kicsit a hagyományoktól eltérően ez a programsorozatunk. A megnyitó ünnepségünket március 2-án névadónk születésnapján tartottuk meg itt az iskola aulájában. A hagyományoktól eltérően csak az iskolánk tanulói és pedagógusai vettek ezen részt. Kovács Csíme, a intézményvezető helyettes asszony méltatta egyik legnagyobb magyar költőnk életútját és ránk maradt hagyatékát. Ezt a méltatást egy zenés PPT követte, amelyen élményszerűen követhették végig a diákjaink Arany János életét és munkásságát. Az erre a hétre tervezett programok rendhagyó módon kerültek megrendezésre. Sajnos második éve, hogy a világjárvány közbeszól, és át kell rendeznünk a programokat. Így ebben az évben a járványhelyzetre való tekintettel a városi versenyeket online módon szerveztük meg és bonyolítottuk le. Az idei rajzversenyünk témája Arany János családi kör című versének illusztrálása volt. Mi most otthon vagy saját iskolájukban készíthették el a jó kézügyességgel rendelkező gyermekek a illusztrációt. Összesen 58 alkotás érkezett erre a felhívásunkra a városból, aminek nagyon örültünk. Nagy számban és energiát nem kímélő gyönyörű pályaművek érkeztek, nagyon nehéz volt a zsűri döntése. Végül sikerült minden korosztályban az első három helyezést és a külön díjakat is kiosztani. A városi irodalmi verseny is rendhagyó volt idén. A maximum 4 fős csapatok feladata most lapbook készítése volt saját közösségükben. A témája Arany János élete, vagy egy művének feldolgozása volt. 7 nagyon ötletes pályamű érkezett. Városi irodalmi versenyünk is rendhagyó módon került megrendezésre. Ugye az elmúlt hosszú-hosszú évek alatt itt az iskolában ünnepélyes keretek között egy irodalmi, városi irodalmi verseny zajlott, amely 4 fős csapatok jelenlétével bonyolódott le, és ahol bizony számot kellett adniuk Arany János munkásságával, költeményeiről, mindenféle irodalmi feladatok kapcsán. Most ebben az évben szintén 4 fős csapatok jelentkezését vártuk a városból, de az ő feladatuk az volt, hogy saját iskolájukban, otthoni közegükben készítsenek egy labbookot, amely tükrözi Arany János vagy életútját, vagy valamelyik életművének a feldolgozását, ami megragadta őket. Örülök annak, hogy a városból 7 ilyen pályamű érkezett, amely szintén itt a hátam mögött megtekinthető még a jelenléti oktatásban résztvevő tanulók számára, egyébként ők már végig is lapozták ezeket osztályonként, és itt is megtörtént a helyezések megállapítása. Ezeket a labbookokat egyébként iskolán könyvtárában őrizzük, illetve azok a csapatok, akik szeretnék ezt visszakapni és őrizni saját iskolájukban, azt is vissza fogjuk majd küldeni. A toldi erőversenyt is iskolai keretek között saját tanulóikkal bonyolították le. A toldi erőversenyünk is egyébként egy városi rendezvény, ahol tulajdonképpen a város iskoláiból érkeznek erős, magabiztos nagyfiúk, és összemérik a valódi erejüket. Hát ebben az évben sajnos csak iskolánk tanulói vehettek részt, azok a gyerekek, akik érdeklődnek az erősportok iránt is, és természetesen
az iskolánk tornatermében a rúdtartás, a kötélmászás és a különböző erőfeladatokban meglett a bajnok, Toldi utóda, úgyhogy ez is kikiáltásra került. Az Aranyos Napok rendezvény sorozaton belül iskolai programjaink is vannak hosszú-hosszú évek óta. Voltak olyan rendezvényeink, ahol a járványügyi helyzet súlyosbodása miatt vissza kellett lépnünk bizonyos akadályversenyektől, ahol tömegesen vettek volna részt a gyerekek akár az udvarunkon is. Ezeket majd pótoljuk, nagyon reméljük, hogy a közeljövőben még a tanévzárás előtt lesz alkalmunk rá. Az idei versenyek is maradandó élmény nyújtottak a résztvevőknek, de sajnos több program, például az akadályverseny és a közösségépítő találkozások egykori aranyosokkal most is elmaradtak. Szívügyünk Arany János méltatása kulturális hagyatékának, irodalmi munkásságának a méltatása. Én azt gondolom, hogy minden évben és ebben az évben is méltón emlékeztünk meg a lehetőségekhez képest Arany János életéről és munkásságáról. A zenés PPT-nk, ami egy nagyon érdekes életét és munkásságát felülelő előadás bemutató lett, most is megtekinthető iskolánk Facebook oldalán, illetve a honlapunkon. Lassan magához tér a sporthorgászat is. A keftelési pecázást a koronavírus járvány mellett a szokatlanul hideg április vetette vissza. Hat mázsahal érkezik a karcagi határban található téglagyárítóhoz. Idén ez már a második haltelepítés a környék legnépszerűbb horgászhelyén. A maival együtt másfél tonnányi fognivaló kerül a 6,5 hektáros tórendszerbe. Most ez a hideg idő ez nem tett jó nekünk se, meg a halaknak, meg se a természetnek se. Nem igazán táplálkoznak még most se a halak. Tavaly 26 mázsa hal került a tóba. A vírushelyzet miatt azonban nagyon sok pecás távol maradt a horgászhelyektől. Így az ideivel együtt komoly halbőség is van a téglagyárítóban, amelynek vizét minden évben minőség ellenőrrel vizsgáltatja be a helyi 450 tagú horgászegyesület. Ez volt a második telepítésünk, az első telepítés az 8 mázsa pont volt, ez a második telepítés pedig 6 mázsa pont, mind a két telepítés 3 nyaras pont volt. Lesz még majd persze telepítés, csak hát ugye attól is most, mert mint a más, vagy mindennek az ára ugye halára is nagyon emelkedik, állítólag már júniusra ilyen 1000 forint per kilogrammos halárat mondtak. És ez mindenképpen pontyot szoktak hozni, mert azt szeretik igen, a horgászok? Igen, pontyot szoktunk telepíteni, főleg mert azt szeretik a horgászok. Hány tagja van az egyesületnek? Hát durván gyerekekkel most olyan 430-450 tagja, ugye azért is van kevesebb, mert majdnem egy hónapig zárva volt az iroda, mert ugye nem vállalták, hogy nehogy valami bajuk legyen a hölgyeknek, akik bent dolgoznak, és most kevesebb van azok, mert lehet, hogy elmentek bucsára, vagy kisúszálláson váltottak állami jegyet. Mennyire jellemző, hogy nyáron napi jeggyel turisták is érkeznek? Hát szoktak jönni vidékről, és turisták ma az idén is voltak napi egyes horgászok. Napi egyet meg benne az is a horgászboltba lehet venni. Mivel a ma kihelyezett három nyaras pontyok súlya meghaladja másfél-két kilót, így a telepítés miatt nem kell tilalmat hirdetni. A horgászok azonnal rámehettek a friss zsákmányra. Ahogy azt többen is megtették a barátságtalanul hűvös április utolsó napján. Késelésig fajult a vita a munkásszálláson. A Jász-Nagykun Szolnok megyei főügyészség bíróság elé állított egy 49 éves román állampolgárságú férfit életveszélyt okozó testi sértés büntette miatt. A vád szerint a munkavégzés céljából Magyarországon tartózkodó férfi 2021. január 28-án este Jászberényi szálláshelyének konyhájában ittasan összeszólalkozott ukrán-magyar állampolgárságú lakótársával. A két férfi között ez alkalommal addig fajult a vita, hogy a román férfi a konyha asztalnál ülő lakótársát ököllel arcon ütötte. Erre a bántalmazott férfi felkelt az asztaltól, és kettejük között egy kölcsönös dulakodás vette kezdetét. A verekedés során a román férfi felvett a konyhaasztalról egy 15 cm pengehosszúságú hegyes konyhakést, és azzal hasba szúrta a haragosát.
Ezt követően a verekedésnek úgy lett vége, hogy a konyhában tartózkodó egy munkatársuk a támadó román férfitől elvette a kést, lefogta a kezét. A verekedést követően a sértett és az elkövető közösen összetakarítottak a konyhába, az általuk a dulakodás során leborított berendezési tárgyakat helyére pakolták, és mivel a sértett sem akart hatósági eljárást, megegyeztek, hogy nem értesítik sem a mentőket, sem a rendőrséget. Végül az erősen vérző férfi úgy került kórházba, hogy a munkásszálon lakó munkatársai értesítették a munkahely vezetőjét, és ő szállította be a kórházba a sértettet. Szerencséjére, mert a férfinek a szúrás következtében 8 napon túlgyógyuló súlyos sérülései keletkeztek, és a közvetlen életveszélyt, ami a sérüléssel járt, csak az idejében nyújtott szakszerű orvosi segítség hárította el. A főügyészség börtönben végrehajtandó szabadságvesztés és közügyektől eltiltás kiszabására tett indítványt. Az ügyben első fokon eljáró szolnoki törvényszék az ügyészség indítványával egyezően 2 év 4 hónap börtönben végrehajtandó szabadságvesztésre és 3 év közügyektől eltiltásra ítélte a lakótársát bántalmazó román férfit. A vádlott és a védő enyhítés véget bejelentett fellebbezése folytán a szegedi ítélőtábla, mint másodfokú bíróság előtt folytatódik az eljárás. Újra nyit a Bereki strandfürdő. Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Berekfürdői Gyógy és Strandfürdő a vízminta eredményétől függően előreláthatólag 2021. május 7-én pénteken megnyitja kapuit. Első ütemben a kék csempés medence és a fedett rész medencéi lesznek használhatóak. A többi kültéri medence nyitására fokozatosan kerül sor. A teljes fürdő megnyitása 2021. május 22-én szombaton pünköskor várható. A beléptetés a hatályos jogszabályoknak megfelelően fog történni. Áll Hosszú András ügyvezető igazgatójának televíziónkhoz eljutatott tájékoztatásában. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon. Ne feledjék, vigyázzunk egymásra és viseljünk maszkot. Viszontlátásra!